Minden magyar fejenként 18.000 forintot veszített a letelepedési kötvényprogramon. Papp Szilárd István cikke a Mérce oldalán. Azt már korábban is sejteni lehetett, hogy a 2013 és 2017 között Rogán Antal bábáskodása mellett működött letelepedési program nem volt úgy előnyös a magyar államnak, de azt nem lehet tudni, pontosan mennyire nem volt előnyös. A G7 gazdasági portál most megkapta államadósságkezelő központtól a 4 év alatt kibocsátott papírok adatait, így végre ki tudta pontosan számolni, mennyit költöttünk erre a programra, amelynek keretén belül 19.855 ezred EU-n kívüli személy sokszor kétes háttérrel jutottak magyar, és ezáltal uniós, letelepedési engedélyt. Bár a programot azzal a kimondott céllal hozta létre az állam, hogy a piacinál kedvezőbb feltételek mellett finanszírozza saját működését, csak hogy a 4 év alatt pusztán az első 2 kötvénysorozat hozott a konyhára olcsóbb pénzt, mint ha a piacról szereztük volna be. A maradék 9 esetében már sokkal kedvezőbb feltételek mellett jutottunk volna devizához a piacról, mint a letelepedési kötvények által. Innen nézve a magyar állam 17,5 milliárd forintot veszített a letelepedési kötvényeken. És mivel a magyar állam végső soron mi vagyunk, a G7 azt is kiszámolta, fejenként 18.000 forintjába került minden magyar állampolgárnak ez a kötvényprogram. Persze nyertesek is voltak, az a 8 cég, amelyet a kötvények értékesítésével bízott meg a kormány. A 8 magáncégből 7 külföldi adóparadicsomokban lett bejegyezve, úgyhogy még adóznia sem nagyon kellett. A portál számításai szerint összesen körülbelül 156,2 milliárd forintot nyertek az üzleten, áll a Magyarországgyűlés és a magyar adófizetők támogatásának. Így folynak ki a közjavak magánvagyonokba.